Sok szeretettel köszöntöm mindjártokat a Szívvel Lélekkel Polgári Egyesület nevében, elsősorban vendégeinket, Szartmári Kristóf, parlamenti képviselő államtitkárukat. Kovács Péter urat kerültünk első emberét, polgármestert is a Parlamentben dolgozik a 16. kerületért, dr. Csobor Ervin a polgármester urat, és Kovács Hajmund alpolgármester urat. Köszönöm elsősorban Kovácsné Géci Beatrix igazgatóasszonynak, hogy a rendezvényünket beengedte az iskolába, és hogy még első lépésként egy örömbe is legyen, örömbe is részesüljünk, egy gyermekcsoportot hozott ide, hogy megmutassák, hogy milyen okosak és szépek. Kérem az igazgatóasszonyt, hogy jelentse be, hogy a gyerekek által milyen műsort kapunk, és a tanító tanárnak a nevét is. Köszönöm szépen. Én is nagyon szeretettel köszöntöm a vendégeinket és a hallgatóságot is. Rövidek leszünk, nem konferálunk, tanulás gyerekek, nagyon büszkék vagyunk rájuk, és az a célunk, hogy jó kedvűen teljen ez az este. Ők adják az alaphangot. Köszönöm szépen! Mária került trónra, mivel hogy Lajosnak lánygyermeke volt csak. A nemesek ezért sokat lázadoztak, nő nem lehet király, már régóta így van. Végül megegyeztek, férjhez kell, hogy menjen. Választásuk most egy hercegre esett, ki már jó régóta Budán nevelkedett, luxemburgi Zsigmond, Mária férje ő lett. Mária nem sokára balesetben meghalt, luxemburgi Zsigmond magyar trónon maradt. A törökkel neki még nem sok baj akadt, végvár rendszerét ült déli határlat.
Csata vezetésben nem volt túl sikeres. Be is látta gyorsan, inkább tanult nyelvet. Tárgyalgatott sokat, királyt is békített. Magyar trónon pedig 50 évig ülhet. Öregkorára császár lett belőle, legnagyobb király volt Európa szerte. Egyházi ügyekből sokat elintéze, egy pápa lett végre, Isten legyen véle. Luxemburgi Zsigmond német-római császár, de ő nem szerette Aachen nagyvárosát. Már előre kérte, ne ott temessék el, Nagyváradon legyen nyugalma örökre. Sasalmi tanoda 6. B-osztályában is született egy értékelés, nemrégiben Zsigmond királyról tanultunk. Szakács Bence, az osztály tanulója szeret verset írni, és szereti a történelmet is. Így született meg Zsigmond király értékelő verse, melyet osztálytársa Pálinkás Miklós adott elő. Thank you.
Köszönjük szépen a gyermekeknek a nagyon színvonalas kulturális műsorát, és akkor a következő lépésként felkérem Csomor Ervin alpolgármester urat, aki az önkormányzati munkának a beosztásába, vagyis hát a munkának a dandárjába a közintézményeket, az iskolákat, óvodákat, szociális területet felügyeli, irányítja, segíti, hogy számoljunk be az utóbbi évről. Jó estét kívánok! Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nehéz gyerekek műsora után hirtelen komoly dologról beszélni, de talán azzal kezdeném, hogy a környeiné Rácz Katalin elnökasszony, amikor a bevezetőjét mondta, azt mondta, hogy valahogy, hogy azért kellenek a gyerekek most, hogy valami öröm is érjen bennünket. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a gyerekünk a legnagyobb öröm, akinek van gyereke, hogyha több, minél több, annál több az öröm is. De talán mi is tudunk valami olyan dolgot mondani a tavalyi évről, meg az idei évi tervekről, amely hát örömre ad okot, én úgy gondolom, talán mindenkinek itt a kerületben. Hogyha a 2012-es évet nézzük, akkor mindenkinek azt gondolom, hogy egy szó jut az eszébe, az pedig a változás. Számtalan olyan dolog volt az ország életében, Magyarország életében, illetőleg itt a kerületben is, ami egy kicsit más, egy kicsit új volt, mint régebben. Ez a változás, amelyet a kormány, illetőleg a parlament, ugye Magyarország megújulásának nevez, erről majd hát képviselő és a polgármester úr is bizonyára majd sokat fog beszélni, több ponton érintette a kerületünket, és azt a területet is, amely jelén foglalkozom. Higgyék el, bennem is, aki az oktatással foglalkozik itt a kerületben, amikor ez a változásról beszéltünk, vagy ennek a változás előjelei, illetőleg a jogszabályok megjelentek, volt olyan érzés bennem is, hogy biztosan jó lesz ez. Biztosan jó lesz ez a kerületnek, az embereknek, biztosan jó lesz ez az önkormányzatnak. Ahogy mentünk előre az időben, és talán elérkeztünk most ide 2013 év február végére, én úgy érzem, hogy ez a változás, ha még nem is hozta meg a gyümölcsét, mert az még majd később látjuk, de jó és majdnem minden tekintetben indokolt volt. Ez talán az egyik legfontosabb része, ami 2012-es évet érintette, és amely január 1-ével lépett életbe az oktatás területén az iskolákat érintette, úgy oly módon, hogy az iskolák szakmai része az önkormányzatoktól az államhoz, és azon belül is, hogy a Klebersberg intézmény fenntartó központhoz került. Másik, amelyről hát majd bizonyára lesz szó, az pedig a járásoknak a kialakítása, amely szintén jelentős mértékben érintett minket. De ez a változások mellett a tavalyi évben számtalan olyan dologról tudunk beszámolni, illetőleg tervekről, amelyek én úgy érzem, hogy pozitívak lehetnek a kerület lakossága számára. Kezdjük talán röviden a szociális területtel, illetőleg az önkormányzat szociális gazdálkodásával. Korábban is én úgy érzem, hogy itt a 16. kerületben a szociális ellátás és számtalan olyan szolgáltatásokat választ föl önként az önkormányzat Budapesten, budapesti kerületek között egyedülálló volt. Nem nagyon tudok más kerületről, amelyben volt például a fűtési támogatás, illetőleg a nyugdíjasok segítő szolgálata olyan kikerjedt módon működött, mint itt a 16. kerületben. Ezt 2012-ben egy új szolgáltatással bővítettük ki, bizonyára mindenki hallott róla, ez a Kattints Nagyi informatikai program, amelyben, amikor végül is a végleges számokat megtudtam, én magam is elcsodálkoztam rajta, hogy több mint 600 kerületi nyugdíjas vett részt ebben a Kattints Nagyi programban, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy szám.
és ez a 600 lakos, ez a kerület össznyugdíjas lakosságának a 2,5-3%-a. Ami úgy gondolom minden 30., minden 40. nyugdíjas ezzel részt vett. Ez egy nagyon nagy szám, és azok a pozitív visszajelzések, amelyek azt követően, hogy elvégezték a tanfolyamot, hozzánk jöttek, ezek én úgy gondolom, hogy igazolták azt, hogy ez a program helyes volt. Tudnak a nagyszülők az unokájukkal Skype-olni például, Facebook-olnak, hogy ugye mai divatos szóval éljünk, és hogy minden jó dolog az, annak folytatódni kell, és ez 2013-ban most már a költségvetést követően biztosan állíthatom, hogy folytatódni fog. Nyugdíjasok kérésére két típusú tanfolyamot fogunk indítani. Lesz egy haladó tanfolyam, ahol akik már részt vettek tavalyi évben ezen a kattintásnyi programon, és lesznek azok, akik tavalyi évben nem tudtak részt venni, vagy esetlegesen most jelentkeztek erre, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy az idei évben is ez sikeres lesz. És egy új szolgáltatással fog bővülni ebben az évben a nyugdíjasok segítő szolgálata, amely szerint megint példaértékű, úgy gondolom Budapesten, nem tudok róla, hogy ilyen lenne máshol, amely arról szólna, hogy megkerestek engem a nyugdíjasok, hogy igen, nagy problémát jelent számukra a bevásárlás. Előfordul olyan, hogy mondjuk a nyugdíjas kap abban segítséget, hogy megkér valakit, szomszédját, vagy pedig esetlegesen a területi szociális szolgálat gondozónéjét, hogy vásároljon be nekem, de hát az ugye nem olyan, mint hogyha valaki elmegy a boltba, és azt ugye maga látja, hogy mik azok a termékek. És ezért májusában lesz egy olyan szolgáltatásunk, amelyben a nehezen mozgó nyugdíjasért házhoz fognak menni egy mikrobusszal, és pénteken, szombaton a Sashalmi piacra, a hét többi napján pedig a igény szerint a környező bevásárló központokba fogják vinni a mozgásában korlátozott nyugdíjasokat. Megkérdeztük erről decemberben karácsony előtt karácsony ünnepséggel résztvevőket, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy talán közfelkiáltásra azt mondták, hogy igen, ez egy jó dolog, ezt csináljuk meg, és az önkormányzat ebben a költségvetésben biztosított is rá fedezetet. Másik dolog, amiről úgy gondolom, hogy szólnunk kell, ez az egészségügy, amely az én területem itt az önkormányzatban. Tavalyi évben ugye a kertváros egészségügyi szolgálatban az orvosok, illetőleg a betegek igen jó körülmények között intézhetik az ügyeiket, illetve a rendelőben az orvosok rendelhetnek, hál' annak, hogy a korábban felújítás történt, és évek óta már igyekszünk a műszerparkot is minél inkább fejleszteni, és tavalyi évben több mint 30 millió forintért egy olyan digitális röntgen készülék került beszerzésre, amely a gyártó cég, amely hát elárulhatjuk igazándiból a Siemens, amely egy világcég, elmondása szerint Magyarországon még kórházban sincsen. Tehát ez egy olyan új generáció digitális készülék, amely rendkívül alkalmas még a legkisebb elváltozások észlelésére is, és ez a betegellátásban nagyon jelentős. Ez a program folytatódni fog idén is, sőt már folytatódott is, méghozzá a kardiológián egy közel 10 millió forint értékű vadonatúj szívultraham berendezés került beszerzésre. Az egészségügyet érintő igen nagy változás ebben az évben lesz ebben az évben, hogy az önkormányzat elindította korábban az egy iskola, egy óra program mellé az egy orvosi rendelő felújítási programot. Tehát minden évben egy-egy orvosi rendelő meg fog újulni. Ez 2013-ban a Margit utcai orvosi rendelő lesz. Itt már az orvosokkal megtörtént az egyeztetés. Várható a július második felétől augusztus 14-ig fog ez a felújítás megtörténni. Teljes nyilvánzáró csere, hőszigetelés és teljes belső felújítást fog ebben a rendelőben történni, és hát természetesen ez 2014-ben is folytatódni fog. Az intézményhálózatunk függetlenül attól, hogy
most 2013-ban ugye a szakmai feladatok azok átkerültek az államhoz, de a tulajdonosok az iskolák tekintetében is az önkormányzat maradt, az óvodáknál meg nyilvánvalóan a szakmai feladat is, úgyhogy az elmúlt évben is folytattuk azt a programot, hogy igyekeztünk mind az óvodáknál, mind az iskoláknál, mind az egyéb intézményeknél a felújításokat a lehető legnagyobb mértékben folytatni. Számtalan iskolában, óvodában történtek kisebb-nagyobb felújítások. Talán egyetlen egy nagyobbat emelnék ki belőlük, a centenárói lakótelepen, a Centi bölcsödének történt meg például egy teljes körű nyílászáró cseréje, amely hát önerőből zajlott. És hát ebben az évben, 2013. évben a költségvetés tartalmazza talán ismét egyedülállóként, hogy egy olyan iskola, amely ugye egyébként a működtetés most már az állam feladata, de egy iskola felújítási program folytatódjon, sőt, bővül egy iskola, mégpedig ez a Batthyány Általános Iskola, ahol két ütemben, 2013-ban egy tetőtér ráépítés fog történni, és 2014-ben pedig egy teljes körű belső felújítással egy, majdnem azt lehet mondani, hogy egy vadonatúj iskolát fognak kapni a cinkotaiak, aki járt arra is ismeri, az udvaron van egy, hát nem a korkövetelményeinek megfelelő épület, abból a gyerekek be fognak tudni majd menni az újonnan létrejövő emeleti részbe. Talán amiről még szólni szeretnék, mert higgyék el, órák tudnék beszélni, de hát sok hozzászóló van még, az a, én nagyon büszke vagyok a kedvedben a lakáskoncepciónkra, arra, hogy tavalyi évben is számtalan kerületi családnak, fiatal családnak, gyerekes családnak tudtunk költségelven bérbeadós lakást biztosítani. Ez a költségelvű lakás az azt jelenti, hogy ez négyzetméterenként 500 forintnyi lakbérért egy jó állapotú lakásba tudnak költözni, hogyha ezt beszorozzuk, ez egy 50 négyzetméteres lakásnál durván 25 ezer forint, ez a mai albérleti díjaknak az 50%-a, tehát ez mellett tudnak spórolni, és esetlegesen későbbiek során saját lakásba költözni. Végezetül nem közvetlenül, hogy mondjam, beruházás vagy felújítás, de egy tavalyi évi olyan eseményről szeretnék önöknek beszámolni, ami engem nagyon megérintett, az pedig a Tóth Ilonka emlékére rendezett konferencia, amelynek a fővédnöke és főszónoka Wittner Mária országgyűlési képviselő asszony volt, és négy, azt gondolom, hogy a kor kutatótörténész előadását hallgatta meg az önkormányzat házasságkötői tervét teljesen megtöltő közönség, és itt igazándiból aki ezen részt vett, és aki ezt végighallgatta, olyan bizonyságát kapta annak, hogy Tóth Ilonka ártatlanul halt meg, ártatlanul szenvedett mártírhalált, amely engem is és az ott résztvevőket nagyon megérintett. Úgyhogy röviden ennyit szeretnék beszámolni az elmúlt évről, és abban biztosak lehetnek, hogy én személy szerint is, és mindenki is ugyanolyan nagy energiával fog dolgozni a kerületén idén is, mint ahogy tavaly tette. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen a beszámolót és a terveknek a vázolását. Akkor engedjék meg, hogy Kovács Péter polgármesterről azt szólítsam, aki mérnökember, mint tudják, igen. És látszik is a munkáján az útépítés és a sport. A sport nagyon fontos számára. Köszönöm szépen, Katika. Igazából Kovács Emile a polgármester úr akart volna hozzászólni itt az előtt, de nézzék el neki, mert nagyon haloványnak tűnik most, és ténylegesen nincsen is jól, úgyhogy ha majd esetleg a végén van kérdés, akkor arra majd szívesen válaszol. A megbeszélésünk alpolgármester úr akkor az volt, hogy én alapvetően a nagyobb volumenű dolgokról beszélek. Tehát inkább az összefüggésekről, ha ezt megengedik nekem. A fejlesztéseknek a nagy részét, ami az ő területét érintette, Csomor alpolgármester úr megbeszél. Én
beszélni két olyan területről, ami egyrészt Rajmunda polgármester úrhoz tartozik, másrészt meg hozzám, de erről csak röviden, és utána beszélnék arról igazából, hogy hol tart most az önkormányzati rendszer, így a kerületünk önkormányzata is, és ez az átalakítás, ami a tavalyi évben volt, ez hova vezetett, és ez jó-e vagy sem. A 2012-ben elért eredményeink, ami a műszaki területet, ha már a Katika így konferált fel, a műszaki területet érinti, akkor abban el kell, hogy mondjam, hogy a 150 új utat építünk program után, ugye 2010-ben meghirdettük az 50 új utat építünk programot, és abból 2012 végére a 27. utcáig jutottunk el. Tehát a fél időre túl voltunk a felén a programnak, és ezt idén is folytatjuk majd 2013-ban. Emellett folytattuk a csapadékvíz elvezetési programunkat, és Szent Mihály után Árpádföldre került a sor 2012-ben, méghozzá egy nagyon nagy vízgyűjtő területű és egy nagyon, hogy mondjam, kényes területet, az Állás utca és környékét oldotta meg az önkormányzat egy Európai Uniós pályázattal. Ott az Állás utcát nem csak a csapadékvízelvezetést csináltuk meg, hanem elég rozoga volt az út, pályaszerkezet, és bár nem a kerületi önkormányzat feladata lett volna, hanem a fővárosi önkormányzaté, de úgy döntöttünk, hogy inkább az úttestet is felújítjuk, így a járdákat is megújítottuk meg az egész úttestet, és igazából az egész Árpádföldi dom oldalnak a vízelvezetési problémája így megoldódott, és Szent Mihályon is ezek kisebb fejlesztéseket végrehajtottunk, a Rákosi úton is építettünk parkolókat, hogyha észrevették, ugye ott a Rákosi útnak azon a részén, ahol a legtöbb bolt van, ahol a posta van, ahol a bank, Budapest Banktól elkezdve egészen a Germéri Andor Endre utcáig ide lefele parkolókat építettünk, illetve zöld felületet újítottunk meg, ezt idén folytatni fogjuk, most már csapadékvízelvezetési programmal együtt is fogjuk folytatni ezt a munkát, illetve a nagy beruházások közül, ugye Csomorral polgármester úr már említette az intézményi beruházásokat, illetve voltak olyan programjaink, amik nagyon népszerűek voltak, és ezeket folytattuk, mert ez zöld terület, így a Rajmunda polgármesterhez tartozik, de most átveszem tőle ezt a dolgot, és azért felsorolnám, hogy például a zöld hulladék falevénygyűjtési akciónkat azt folytattuk, teljesen átstruktúráltuk az eddigi közterületi tisztasági programunkat, a kerületgazda szolgáltató szervezet végzi a jövőben, és nem külső cég. Ebből azt reméljük, hogy nagyobb tisztaság lesz, és jobban számon kérhetők a feladatok, illetve hát játszótereket építettük, ebből talán a legnagyobb az Erzsébet-ligetben felújított játszótér, ami azóta annyira népszerű, hogy alig lehet elzavarni onnan a gyerekeket, hogy más gyerekek odaférjenek. Úgyhogy próbálunk mindig olyan dolgokat végrehajtani, amit vállaltunk egyrészt, másrészt természetesen olyan dolgokat vállaltunk csak, amit az emberek szerettek volna, hogy megvalósítsunk, hiszen programunk kialakítása előtt mindig megkérdezzük a lakókat, hogy mit szeretnének, és ennek megfelelően alakítjuk ki a programot, és egyben bízhatnak, amiben 2006 és 2010 között is bízhattak, hogy amit mi ígérünk, azt megvalósítjuk. Ez így volt 2010 végére is, és így lesz 2014 végére is. Sokáig sorolhatnám még, hogy mi mindent csináltunk 2012-ben, de inkább, ha megengedik, egy kis kitérőt tennék arra, hogy ez a nagy átalakítási rendszer, ami 2012-ben zajlott, ez hogyan érintette az önkormányzatokat. Magára az átalakítási rendszerről nyilván államtitkár úr majd úgy is fog beszélni. Én csak az önkormányzatokat érintő részről beszélnék. Először is kezdjük onnan, hogy mi volt az alapvető probléma. Ugye az alapvető probléma onnan adódik, hogy az önkormányzatok jelentős része sajnálatos módon nem jött ki abból a pénzből, ami volt neki. Olyannyira nem jött ki, hogy ugye 3200 önkormányzat van ma Magyarországon, a legkisebb falutól kezdve Budapest fővárosáig. Ebből a 3200-ból 2000, tehát közel a kétharmada, odafordult 2012-ben meg 2011-ben az államhoz, hogy adjon neki pénzt, mert hogy ő önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat, tehát nem tud kijönni abból a pénzből, ami van neki, és nem a saját butasága miatt, hanem önhibáján kívül. Nyilván ez két, három, négy dologból adódhat, ebből a két legnagyobb, az egyik az, hogy túl sok olyan feladat volt az önkormányzatoknál, ami főleg a kisebb önkormányzatokat megterhelte, egyszerűen nem tudtak megfelelni annak a törvényi előírásnak, ami volt náluk, ilyen például mondjuk az iskolának a fenntartása. A másik, hogy a
90 óta, mióta az önkormányzati rendszer kialakult, azóta minden kormány ugyan hallgatólagosan csak, de beismerte azt, hogy soha nem adott annyi pénzt az önkormányzatoknak, mint amennyi feladatot adott nekik. Így nyilván vagy nem látták el a feladatot, vagy nem kellő színvonalon látták el a feladatot az önkormányzatok, de leginkább szerették volna jól látni, ellátni a feladatokat, és éppen ezért eladósodtak az önkormányzatok. Tehát két probléma volt, egyrészt olyan feladatok voltak, ami nem finanszírozható, másrészt még emellett még el is voltak adósodva az önkormányzatok. Úgy döntött a országgyűlés, hogy ezen változtat. Méghozzá úgy változtat, hogy egy olyan rendszer jön létre, ami hosszú távon is fenntartható rendszer. Ezért először is a finanszírozás szempontjait változtatta meg. És még mielőtt ezt megtette volna, a feladatokat változtatta. Nagyon fontos döntés volt, kevesebb beszélünk róla, de nagyon fontos döntés volt a parlamentnél az új önkormányzati törvény, ami előírta azt, hogy megkülönböztetnek önkormányzatot, meg önkormányzatot. Kis önkormányzatnak nincs annyi feladata, mint egy nagy önkormányzatnak. Például egy kis falunak, ahol vannak 16-an, mondjuk a lakó, ott nem kell például mondjuk általános iskolát fenntartani. Nem kötelező. Eddig kötelező önkormányzati feladat volt 16 fős faluban is iskolát fenntartani. Persze nem sikerült ezt ellátni, mindenféle módon próbálták megcsinálni, hogy legyen, hogy a szomszéd faluban járjanak, de mostantól ilyen problémáik nincsenek az önkormányzatoknak. Aztán, hogyha már megkülönböztette azt az állam, hogy önkormányzat és önkormányzat milyen feladatot adhatunk a nyakába, még egy nagyon fontos dolgot megtett, azt mondta, hogy akkor szakítsunk azzal a hagyománnyal, hogy nem adjuk oda erre az állami feladatra azt a pénzt, amiből ezt meg lehet csinálni. Ugye 2013 előtt az volt a finanszírozás módja, hogy úgynevezett normatív finanszírozás volt, ami azt jelentette, hogy hasára csapott valaki valahol, és azt mondta, hogy egy iskolás gyerekre adok 80 ezer forintot per év. Azt old meg belőle a feladatot. Minden egyes önkormányzat körülbelül még 80 ezer forintot hozzáadott ehhez, hogy ezt a feladatot meg lehessen oldani. És tudta az állam is, hogy nem adok annyi pénzt, amiből ezt a feladatot meg lehet oldani, de valahogy így alakult ki ez a rendszer. A feladatfinanszírozási rendszer, ami most 2013. január 1-től új, abban meg az van benne, hogy csak, hogyha adunk az önkormányzatnak feladatot, akkor ahhoz hozzáadjuk azt a pénzt, amiből azt el lehet látni. És nem úgy, hogy hasunkra csapunk, hanem minden önkormányzattól bekérték az információt, hogy mennyit költött eddig rá, ezt országosan összesítették és elosztották. Mondjuk feladatellátási helyenként, vagy óvodásonként, vagy iskolásonként. És így mindenki megkapja azt a feladat, arra a feladatra azt a pénzt, ami egyébként amennyiben neki kerül, országos átlagra. Persze, aki eddig sokkal többet költött erre a feladatra, az nem jön ki még mindig ebből a pénzből, és aki kevesebbet költött az országos átlagnál, az meg több pénzt is kap idézőjelben. Persze, hát nyilván az államnak vissza kell adni ezt a pénzt, amit nem költenek el, de így mindenki finanszírozva van. Egy apró problémát itt még mondanék, a szociális rendszert még nem sikerült teljesen ebbe a rendszerbe átalakítani, de 2013-ra is legyen a parlamentnek valami munkája. Innentől kezdve ugye minden önkormányzat jogosan mondhatja azt, és az állam jogosan várhatja el tőlük, hogy ha én már finanszírozom neked azokat a egyébként csökkentett kötelező feladataitat, ami neked van, akkor már ne jelentkezzél plusz pénzért nálam. Tehát önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat ne legyen. És erre mondták az önkormányzatok, hogy ohó, na de nekünk van még egy nagy gondunk, ez az eddig fölhalmozott adósság. És akkor döntött megint egy merészet a parlament, illetve a kormány, azt mondta, hogy jó, akkor az önkormányzatoktól az adósságot elveszünk. Hogy ténylegesen tiszta lappal tudjanak indulni. Ezt is differenciáltan tette meg az állam, ugye azt mondta, hogy a 5000 lélekszámnál kevesebb lakossal rendelkező önkormányzatoktól 100%-ban elveszi a eddig fölhalmozott hitelt, az 5000 fő lélekszám fölötti önkormányzatoknál meg 40-70%-áig elveszi ezt a fölhalmozott eddigi tartozást. Ezek után előáll az a rendszer, ami 2013. január 1-ére előáll, hogy minden önkormányzat úgy kell, hogy megcsinálja a költségvetését, hogy abban nincsen hiány. Tehát a eddig fölhalmozott hitelek, azok nem halmozódhatnak továbbiakban.
Hogy ez biztos is legyen, az állam hozott is erre több, vagy a parlamenti jogszabályokat, például nem lehet az önkormányzatoknak ugye nyakról a fölvenni hiteleket, hanem ehhez állami hozzájárulásra van szükség. Ha már egyszer kitisztítottuk és mindenki kapott tiszta lapot, akkor az jogos elvárás az állam részéről, hogy a jövőben ne csinálhassunk megint olyat, hogy eladósítjuk az önkormányzatokat. Illetve nagyon fontos lépés az, hogy ugye törvényben is tilos mínuszos költségvetést csinálni az önkormányzatoknak. Ebből az következik, hogy ugye az államadóság része az önkormányzatok adóssága és az önkormányzatok részén nem fog nőni az államadóság a jövőben. Ugye azt tudjuk, hogy országosan csökken az államadóság, tehát innentől kezdve az államadóság kérdésében is rendben vagyunk. Még egy átalakítás volt, ami az önkormányzatot érintette, ez a járások vagy körzetek kialakítása. Itt megint csak abban gondolkodott a magyar állam, és én szerintem ezt is jól tette, hogy olyan feladatok, amiket ellát eddig az önkormányzat állami feladatot, és ami, hát ha lehet így fogalmazni, idegen test az önkormányzat életében, azt a jövőben az állam lássa el, az állam közelebb kerüljön az emberekhez minden egyes járásban, tehát egy napi járóföld volt ez régen, de hát hogy minden közel levő helyen legyen ügyintézési pont, ahol az ügyeket lehet intézni, és az olyan feladatokat, ami tisztán állami feladat, például mondjuk egy útlevél kiállítása, amit eddig az önkormányzat által üzemeltetett okmányirod állított ki, hát ezt miért is egy önkormányzatnak a feladattal kiállítani? Hát az állami okmányt az állam állítsa már ki. Vagy ugyanígy mondjuk a okmányirod a másik problémája, mondjuk amit tudom én, a népesség nyilvántartás. Tehát az országos népesség nyilvántartást miért is egy önkormányzatnak kellett megcsinálnia? Amikor azt csak a belügyminisztériumi számítógépeken lehetett csinálni. Ez nyilván állami feladat. Nyilván ezek is átkerültek a járáshoz. Vagy mondok más, mondjuk a gyámhivatal. Ugye az, hogy egy gyereket a családból kivesznek vagy sem, ez az államnak a felelőssége. Ez nem lehet, hogy másképp működjön a 16. kerületben és Piripócs külsőn. Ennek nyilván ugyanúgy kell működni, ugyanolyan elvek szerint. Eddig is a felügyelet, a másodfok, az nem az önkormányzati normál rendszerint ment, hanem külön volt, tehát nem is volt itt felügyelete az önkormányzatnak. Viszont minden olyan feladat itt maradt az önkormányzatoknál, amihez helyi hozzáadott érték kell. Tehát amihez kell ismerni a lakókat, azoknak az anyagi helyzetét, szociális helyzetét ki kell hozzá menni, meg kell nézni. Minden ilyen feladat itt maradt, és minden olyan, ami idegen test volt, ez elkerült az államhoz. Nyilván ezután azt mondta az állam, hogy akkor a finanszírozásból is azt a részt, amit eddig erre költöttek az önkormányzatok, az nem adja már a jövőben oda az önkormányzatoknak. A feladat finanszírozás rendszerében nem is kell, hogy odaadja, hisz ez a feladat már nem az önkormányzatnál van. Így az önkormányzatnak a anyagi vagy finanszírozási rendszere az teljesen tiszta lett. Mit jelent ez a 16. kerületre? Ugye azt talán mindannyian tudjuk ebben a teremben, hogy az önkormányzat, a 16. kerületi önkormányzat gazdálkodása az mindig is stabil volt, jól gazdálkodott, 2006 óta meg kifejezetten. Ráadásul azért azt is kell tudnunk, hogy mi leginkább észszerűen költöttünk működésre, ha lehet ezt így mondani. Nagyon sok önkormányzat van ma Magyarországon, aki mindenféle kontroll nélkül költ üzemeltetésre, működésre. Ezt azért tudom, mert a parlamentben sok polgármesterrel beszélgetek és gyűjtöm az információkat. De egyébként meg kell nézni a statisztikákat. Mivel a 16. kerület eddig is takarékosan gazdálkodott, köszönhetően az én baltával faragott költségvetési elképzelésemnek, hogy amit fejlesztésre szerzünk pénzt, azt fejlesztésre költjük, és amit működésre szerzünk, azt működésre. Tehát a fejlesztési forrásokból nem finanszírozó működés. Ilyen fejlesztési forrása a helyben befizetett adó. Van ebben vita mindenhol. Én azt állítom, hogy a lakók nem azért fizetnek építménytelekadót, meg gépjárműadót, hogy abból mondjuk az adódát tartsák fent. Szerintem az azért, hogy a települést fejleszteni lehessen belőle. Ugyanígy a pályázatokon fejlesztésre elnyert összegeket nyilván fejlesztésre kell fordítani, ugyanígy a vagyonnak a értékesítése, tehát mondjuk telkek értékesítését nyilván vagyonba kell visszaforgatni, tehát fejlesztésbe kell visszaforgatni, és ugyanígy, hogyha bármilyen olyan forrás kapunk az államtól közvetlen fejlesztésre, akkor fejlesztésre kell költeni. Ilyen forrás egyébként 2010-es parlamenti váltás óta
kap minden fővárosi kerületi önkormányzat, közvetlen útépítésre összegeket, nem is keveset. Mi is kaptunk tavaly, és idén is kapunk 100 milliókat arról, hogy utat építsünk. Köszönhetően annak, hogy mi takarékosan gazdálkodtunk, meg megvolt ez a baltával faragott költségvetési elképzelésünk, most ott tartunk, hogy egy olyan pályára állt a 16. kerület költségvetése, hogy függetlenül attól, hogy külső forrásokat bevon-e az önkormányzat, tehát mondjuk kötvényt bocsát ki, mint ahogy korábban ezt megtette, vagy hitelt venne fel, vagy bármi más, a költségvetésében minden évben egy 2-3, akár 4 milliárd forintnyi összeget tud fejlesztésre fordítani minden egyes évben. Ezt azért mondom el, és azért hangsúlyozom, mert a helyi médiákban azért megjelennek ennek ellentmondó hírek. Nem is tudom melyik volt, talán a Fórum újságban olvastam olyan marhaságot, hogy az önkormányzatnak már a kötvénykibocsátásból ugye elfogyott a pénze, így fejlesztések már nem lesznek, sőt, majd iskolákat kell vezárni, mert olyan rosszul áll az önkormányzat, hogy ezt már nem tudja finanszírozni. Ezek mind rém hírek, ezekkel ne foglalkozzanak. Függetlenül attól, hogy ténylegesen a kötvénykibocsátásból származó összeget minden egyes fillérjét már fejlesztésre elköltöttük, ezzel együtt 2-3-4 milliárd forintot minden évben tudunk fejlesztésre költeni. Minden évben, mert ilyen a mi gazdálkodása. És mivel mi takarékosan gazdálkodtunk, így ennek az átalakításnak, ami most 2003. január 1-ével beköszöntött véglegesen, ezzel mi pozitívan nagyon jól jártunk, több száz millió forint plusszal jöttünk ki ezzel az átalakításnak. Nagyjából ennyit gondoltam elmondani erről az egész önkormányzati rendszerről, és egy dolog a fontos ebből a szempontból, méghozzá az a fontos, hogy egy stabil és fejlődésre képes, és fejlődésre költeni akaró önkormányzat van 2013-ban, ugyanúgy, ahogy korábban is, és ez a fejlesztés, ez nem áll meg 2013-ban sem, 2014-ben sem, és azután sem. Mert hogy a források megvannak, az akarat kell hozzá, és ha itt végignéznek ezeken a hölgyeken és urakon, akik itt ülnek, az akaratot azt szerintem fölfedezik, tehát akarat van arra, hogy a fejlődés töretlen legyen, a pénz megvan hozzá, úgyhogy már csak azok a célok kellenek majd, amire a fejlesztési forrásokat költhessük. Idén, 2013-ban például egyedülállóan talán önkormányzatok közül iskolafejlesztésbe fogunk, ráadásul teljes mértékben saját forrásból, tehát nem pályázati pénzből, teljes mértékben saját forrásból. Parkolókat építünk, utat építünk, orvosi rendelőt újítunk föl, elkezdjük a Szilaspatak völgyének rendbetételét, és számos olyan dolgot teszünk, amiről majd nyilván majd a kerületi újságot, ha figyelik, olvashatnak majd róla, hogy mi minden fejlesztésünk lesz. Nem húznám azzal az időt, hogy ezt a hosszú listát most felsorolom. Igazából egy áttekintő képet akartam önöknek adni, hogy ez a nagy átalakítási rendszer, de mi történt, és hogy a 16. kerület milyen jól járt ezzel az átalakítási rendszerrel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen polgármester úrnak a számolót és a terveknek a vázolását, és most megkérem Szatmári Kristófot, aki először, mint parlamenti képviselő, később, mint államtitkár is dolgozik a kormányért. Egyrészt, másrészt a 16. kerületért, mert tudom, hogy ő neki azért ez a szíve csücske. Akkor kérem szépen. Köszönöm szépen, Kati. Szeretettel köszöntök mindenkit, és talán egyszerre van könnyű, meg nehéz dolgom is, hiszen ahogy így a polgármester, meg a polgármester úr után így a részterületek felől megyünk el a nagy területek felé, így kéne nekem egy nem ismétlésekbe bocsátkozó elemzést adnom az ország és benne a kerület helyzetéről. Én mindig, már azt mondják, hogy ugye ahhoz, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk és hova megyünk, ahhoz mindig ismerni kell, hogy honnan indultunk el. De azt is mondják így a politikusok, hogy ne, így 3 év kormányzás után azért nem mindig visszafelé mutogassunk. Ezért én most nem is innen kezdeném a dolgot, inkább egy kicsit lélektanilag próbálnám azt bemutatni, hogy mire is vállalkoztunk mi 2010-ben, és ebből az elmúlt egy évben, amiről most itt az elmúlt időszakban, hogy most itt tartunk egy értéken, és hova jutottunk el. Ugye talán, ha még föl tudjuk idézni magunkban
azt az érzetet, ami olyan 2010 előtt volt, és most nem személyekre akarom, meg nem különböző ilyen politikai szólamokra lehet semmisíteni a dolgot, de volt egy olyan érzésem, hogy magamról beszélek, sokunknak, nekem is volt egy olyan érzésem, hogy ebben az országban, amit ugye akkor is Magyarország volt, valahogy nem a helyén vannak a dolgok. Valahogy az országban az érzésünk volt az elmúlt időszakban, hogy sodródik az ország. Valakik, akiknek a feladata lenne, nem tartják azt a képzeletbeli gyeplőt úgy, ahogy kéne, és mindig, amikor különböző problémákkal szembesült az ország, akkor nagyon nyakatekert, nagyon nehézen megérthető igazságokkal próbálták számunkra megmagyarázni azt, hogy éppen mi van körülöttünk. Egy példát hagyd mondjak, és akkor talán értik, hogy mire gondolok. Valamikor ugye 2008-ban, amikor az a bizonyos gazdasági világválság Magyarországra is begyűrűzött, teszem azt hozzá, azért érdemesen mondani, hogy ahogy begyűrűzött, az nem a gazdasági világválság volt csak az oka, hanem Magyarország helyzete. Tehát ugye egy beteg embert a vírus az sokkal inkább megvisel, mint egy egészséges. Az egészséges lehet, hogy le se dönti a lábáról. Volt ilyen, például Lengyelország itt a közelünkben, aki kvázi egészséges emberként meg se érezte a nemzetközi mozgalmakat. Ugye volt egy döntés, amikor ugye Magyarország lényegében fizetésképtelenné vált, 3 nap alatt idejött az IMF, megállapodtak, kaptak egy csomó pénzt, cserébe 13. havi nyugdíj, családtámogatás, hosszú a lista, hogy miket vettek el akkor az emberektől, és mi volt az első lépés? Az, hogy adtak 600 milliárdot a bankoknak, hogy talpon maradjon. Na most persze az élet nem olyan egyszerű, hogy miért történik, de nagyon nyakatekert volt az a válasz, hogy akkor most el kellett venni a nyugdíjat, és azért kellett a bankoknak pénzt adni, mert hogyha a bankok is nehéz helyzetbe kerülnek, akkor és azok az igazságok, amelyekben lehet, hogy van egyébként rés igazság, és sok ilyen volt azelőtt, mégis az ember úgy érzi, hogy hát jó, lehet, hogy elhiszi azt, amit a tévében lát, de marhára nem érti. Marhára nem érti azt az ember, hogy baj van, azt értjük, de hogy innen elvesznek, oda meg, akik egyébként előidézték a bajt, nekik kell adni 600 milliárdot. Na most, amire mi vállalkoztunk, és ami szemüvegen keresztül én most szeretném itt megvilágítani az elmúlt 3, de azon belül az elmúlt időszakot, az, hogy minden egyes intézkedésnél, minden egyes területnek az átalakításánál ma bízom benne, hogy egy alapigazságra tudjuk építeni az átalakításot. És talán ez a leglényegesebb különbség 2010 előtti, meg a 2010 utáni világnál, hogy nem valami nyakatekert az egyszerű, saját magam számára sem érthető logika mentén működik az ország, hanem van egy olyan alapigazság, hogy mint ami régen volt, hogy aki dolgozik, az egyik. Tehát ez egy olyan alapigazság, ami persze sarkított, meg nem is mondjuk így, de ez egy alapigazság, hogy a munka becsülete kell, hogy az alapja legyen egy ember életének. Ezt mindenki érti. És amikor nekifogtunk a rendszerek átalakításának, akkor minden nagy rendszer átalakításánál, ha így hosszabb távról akarjuk nézni, egy értékelésbe akarjuk látni, akkor az a kérdés, hogy nem azt nézzük, hogy az a vesző, vagy az a pont miért úgy van éppen, hanem hogy maga az egész átalakításba azt a saját magunk számára érthető alapigazságot megtaláljuk. És akkor tényleg csak nagy felsorolásként kezdenünk. Az első és alap, amikor a dolgokat rendbe akartuk tenni, ugye a gazdálkodás rendbetétele volt. Ugye itt már polgármester úr is utalt arra, hogy az önkormányzatok el voltak adósodva, az emberek el voltak adósodva, az állam el volt adósodva. Egy hazugságra építette a magyar kormányzat, és részben néhány ember is, saját magunk is az életét, mert azt mondta, hogy az élet azt az alapigazságát nem vette figyelembe, hogy úgy szól, hogy addig nyújtózz, ameddig a takaród ér. Annyit költsél, amennyit megkeresed.
És arra építs éles stratégiát, amit be tudsz tervezni anyagilag. Ez egy alapigazság. És ezt az alapigazságot nem vettük figyelembe korábban, nem vette figyelembe az állam akkor, az állam vezetői, akik eladósították, az államot eladósították, belehajszolták az embereket lényegében a devizában való eladósodottságba, mert azt mondták, hogy ne foglalkozta azzal, hogy volt visszafizetni. Föl se hívták a figyelmüket arra, mert az összes környező országban fölhívtak, hogy devizába aztán végképp ne adósodj el, mert senki nem garantálja neked azt, hogy az a svájci frank az annyi lesz 3 év múlva, amennyire fölvetted. Belehajszolták az önkormányzatokat adósságba, mert azt mondták, hogy igaz, hogy adok neked feladatot, de vegyél föl nyugodtan hitelt, majd aztán ki visszafizetett valahogy. És egy hazugságra építették föl az életünket. Most ebbe kellett rendet tenni, és ugye még ami az alapigazságból következik, az az, hogy, és ami nagy különbség a korábbi időszakhoz képest, az az, hogy dolgot meg lehetett tenni, és erről utaltam a sodródásnál. Hogy azt mondja egy mindenkori kormányzat, egy önkormányzat, egy az ember, hogy engem nem érdekel, majd lesz valahol, majd megoldódik, ezt úgy se lehet csinálni. Nem, ez zsákutca. Ehhez képest mondjuk közösen azt, hogy lehet másképp csinálni. Igenis, ha az ember persze áldozatok árán odaáll, nekiáll, kiharcolja a saját igazságát, akkor lehet másképp csinálni. Lehet másképp csinálni azt, hogy az állam egyébként Európában nagyon kevés országgal van ilyen, csökkenti egy válság időszakában az adósságállományát. Egyszerűen a fejekben föl sem merült olyan, hogy az állam beavatkozik a magánszemély és a bankok közötti viszony, és azt mondja a banknak, hogy igenis, te például a végtörlesztéssel, vagy az árfolyamgáttal hozd ki az embereket az adósságból. Fölmerült-e olyan korán, hogy azt mondja az állam az önkormányzatnak, hogy öreg, ha betartod a szabályokat, elengedem az átvállalom az adósságot. És én fizetem vissza helyetted. Elképzelhetetlen dolgok, de ez mind abból fakad, hogyha egyébként az alapigazságokat nézi a kormányzat, és elég bátor és elég erős ahhoz, hogy ezt végigvigye, akkor jó úton el lehet haladni. Nem egyszerű az út. Tehát ingyen pénz nincs, egy alapigazság. De el lehet egy olyan úton intani az országot, ahol van jövő. És ugyanilyen egyébként a másik ilyen alapigazság, a másik ilyen terület, az a közteherviselésnek az átalakítása. Hogy azt nyakatekert módon indokoljuk azt, hogy akkor ki miért keres sokat, vagy ki miért nem. Az alapigazság ebben a közteherviselésben, hogy aki dolgozik, vagy dolgozott, aki vállalkozik, aki személyes felelősséget, a saját pénzének a felelősségét beviszi egy üzletbe, az igenis tudjon tisztességesen megélni. És ne azok, akik mások pénzét kockáztatják. Aztán, hogyha nem is át elnézést, mert nem értettünk hozzá. Óriási különbség. És egy olyan adórendszert csinálni, egy olyan rendszert csinálni, hogy valóban azok az emberek, akik a munkabérükkel, akik a közben, ez lehet kisvállalkozó, lehet bérbőrös fizetés, lehet nyugdíjas, hiszen az is megdolgozott érte. Azt mondja a kormányzat, hogy igen, ezeknek az embereknek kell biztosítani a tisztességes jövedelmet, akár az egykulcsos adón keresztül, akár a minimálbér emelésével. És most nem sorolom föl, én azért elnézést, hogy így néha összejövünk, akkor nem szorítkoznék a tételes felsorolására az eredményeket, csak próbálnám ilyen megvilágítani, kicsit más megvilágításba az elmúlt időszakot elmondani. Ugyanilyen volt a gyerekvállalásnak a kérdése, hogy azt az alapigazságot merjük-e kimondani, merjük-e képviselni, hogy igen, aki ebben az országban gyermeket vállal, olyan vállalkozik arra, hogy itt a polgármester úr kezdte ezzel, és ezzel is akartam kezdeni, hogy a legnagyobb öröm az életben a gyermek, az nem csak öröm, tudjuk jól, hanem felelősség is, anyagi felelősség is. Az, hogy az a gyerek, ha jól neveljük, ugye mindenkinek azért nekem is vannak kétségeim, de hát fölneveli. Reményeink itt van az országban, itt fog dolgozni, akkor ezeket az embereket becsüljük meg. Ez egy alapigazság. És ezt le kell fordítani az adórendszer és minden egyéb területen. És a közteherviselésnek az is a lényege, hogy azok az emberek,
akik egyébként nem a saját pénzükkel gazdálkodnak, mondjuk közszolgáltatást nyújtanak, vagy azok a cégek, vagy azok a formák, amelyek így működnek, azokat igenis be kell vonni az adat, be kell vonni a közterviselésbe. És ezért született meg különböző olyan ágazati adó, ezért született meg a bankadó, mert azt mondtuk, nem azt mondjuk nekik, hogy ne csinálják ezt, mert azt szocializmusnak hívták, az nem a mi pályánk, vagy kommunizmusnak, hanem azt mondjuk, hogy igenis egy becsüljük meg, aki nem így dolgozik, és aki meg így keresi a pénzét, az meg vegye ki a részét a közterviselésből. Mert ez a közösségnek az érdeke. De ugyanígy lehetne a nagy rendszerek közül az oktatás átalakítását is ide tenni. Az alapigazság itt erre polgármester úr utalt az oktatási, a az oktatási rendszer átalakítására. De, és én is így voltam vele, hogy amikor először láttam az oktatási törvényt, és abban benne volt, hogy a jól működő kerületi iskolákat az állam át akarja venni, akkor én is úgy éreztem, hogy hát ez a kabát lehet, hogy nem arra van szó, amit én gondolok, általunk jól működött, jól működtetett önkormányzati iskolákról, de amikor azzal az alapigazsággal találkoztam, hogy jó-e az, ha egy gyerek attól függően, hogy Magyarország melyik településére születik, különböző szintű oktatást kap, ez helyes vagy nem, ez az alapigazság, akkor azt kell mondani, hogy ez nem helyes. És ezt másképp nem lehetett megoldani, csak úgy, hogyha azt mondja az állam, hogy az összes iskolát átveszi szakmailag, és legalább megpróbálja azokat a területi különbségeket állami szinten kiegyenlíteni, ami mindig meg lesz. Tehát egy 16. kerület, vagy egy 12. kerületiben születő gyerek, tudjuk jól, az önkormányzat lehetőségei mindig más lesz, mint nem kell emlni Szabolcsig, de Tolna vagy Csomod megye kis falujában lévő gyereknek. És ha ezt az alapigazságot látjuk és tudjuk, akkor már érthető és megérthetők azok a változások, ami például az oktatásban is végülhet. De említettem már ugye, és tényleg nem megyek végig az összes ilyen ügyön, csak a szemléletet próbálnám visszaadni, hogy a munkavilág, a közfoglalkoztatás kérdése. Tehát azt az alapigazságot kimondani, hogy igen, alapigazság az, hogy aki dolgozik, az kapja meg a lehető legtisztességesebb jövedelmet ezért, ebből tudjon megélni, akinek meg nincs munkája, az természetesen az állam valamilyen módon segíti, de ezért, amit a mi pénzünkből segíti, már akik dolgoznak, az igenis azt minimálisan elvárassa, hogy ne különböző segélyként kapja meg, hanem közmunkaként, hogy dolgozzon. És ezek is olyan, és többé 2000 embert sikerült bevinni. És a rossz beidegződések ugye bizonyos társadalmi rétegekre azt szoktuk mondani, hát ők nem is akarnak dolgozni. És ez nem igaz. Persze vannak emberek, akik nem akarnak dolgozni. De a nagy része, amikor tisztességes munkát ajánlottak neki, akkor elment dolgozni, és dolgozik a mai napig is. De... És nagyon sok olyan dolog volt, amit azt mondták, nem lehet megcsinálni a munkatörvénykönyvétől kezdve. És a mai napig egyébként, amikor egy-egy ilyen ügy van, akkor abból lehet tudni, hogy igazunk van, már a kormányzat úgy gondolja, hogy igazunk van, vagy nincs, hogy ezeket az alapigazságokat fölteszi a saját maga számára. És talán a legjobb példa, hogy kicsit aktuális dolgot is beszélünk, erről a felsőoktatást érintő, most kinek hogy tetszik, röghözkötés, egyik oldalon mondják, másik tanulószerződés. Azt az alap igazság kérdést fölteszed, hogy magadnak, vagy aki, hogy jogosnak tűnik-e az, hogy amikor az állam fizet, ugye, mert azt mondják, hogy 16 vagy 17 éves korig van általános tankutelezettség, addig a gyerek mindenki iskolában jár, az mindenkinek kvázi az adóból jár. Amikor e fölött megy egyetemre, akkor jogos-e elvárása az a fiatalokkal szembe, hogy az ott megtanult dolgokat, az ott megtanult tapasztalást, az ott megtanult hozzáadott értéket, az egy ideig Magyarországon töltse el. És erre a kérdésre szerintem a válasz egyértelmű. Legalábbis számomra és az emberek többsége számára egyértelmű, hogy igen. Nem azt mondjuk nekik, hogy ide akarjuk őket kötni, mert
Az élet ma már a globális világban elég különböző. Jönnek meg, azt mondjuk, hogy az elkövetkező 20 évben, x évet, igenis, ha te egyébként nem magad finanszírozod, akkor dolgozz itthon. És ez szerintem egy vállalható, és az alapigazságokba beleférő történet. És talán ezzel kellett volna kezdenem, mert bár nem legközvetlenebbül érint minket, de ilyen az új alkotmány és az új közjogi rendszernek a kérdése. És ott is azt az alapigazságot, mert elég sokat vitatkozunk, főleg itt Brüsszellel, hogy miket lehet ebbe beletenni, és miket nem lehet beletenni az alkotmányba, de azt a vitát értelmetlennek is találjuk egyébként, hogy például most vitatkozunk arról, hogy a házasság, mint intézmény, az két férfi és két nő közt, hogy mondják ezt, normális-e, vagy több között. Hát ezek alatt a házasság, párkapcsolat, az egy férfi és egy nő. Ez egy alapigazság. Nem mi mondjuk, hát nem tudom, 5-6 ezer éve. Különböző kultúrák mindegyikében ez megjelenik. És értelmetlen vitákat folytatunk azokkal, akik ezt nem értik. És talán a végén rajtunk a legaktuálisabbat, ugye megint azzal kapcsolatban, most nagyon röviden, mert nem akarok hosszan beszélni, hogy mit lehet és mit nem lehet megtenni. Ugye ez, hogy egy kormányzat azt mondja a közteherviselés tekintetében, megint adom vissza, hogy lehet-e csökkenteni a rezsiket. No, Európában ilyen nincs. Most a bulgárok elkezdtek háborogni, mert ott is már rájöttek az emberek, hogy bizonyos fokon túl nem lehet a dolgokat szorítani. De meg lehet tenni. Meg lehet tenni, ha elég erős a kormányzat, és elég erős az elkötelezettség abban, hogy azt mondja egy állam, hogy igenis, az nem helyes, hogy olyan monopól helyzetben lévő szolgáltatásokat eladott valamikor a magyar állam, ami minden ember kötelezően, nem kötelezően, de hát ugye fűteni mindenki fűt, elektromos áramot mindenki fogyaszt. Tehát ezeket a közszolgáltatókat eladták profit érdekelt külföldi cégeknek, és lényegében minimális beleszólásunk van abba, hogy ennek mi az ára. Ez helyes vagy nem helyes. Erre a válasz, ha úgy nem akarjuk csűrjük csavarni, hogy hát magántulajdon, meg, akkor nem helyes. És a kormányzat azt mondja, hogy igen, akkor itt nekünk lépnünk kell, mert a magyar emberek számára létkérdés az, sajnos, mondom így, hogy tudjuk azt, hogy a rezsi az hány százalékát jelenti a havi pénzeket, a havi költést. És azt mondja az állam, hogy igen, meglépjük. És egyébként, ha jövőről is kell beszélni, akkor tovább is fogjuk vinni ezt. Egészen addig fogjuk vinni, amíg azt nem tudjuk mondani, hogy a magyar embereknek az az érdeke, hogy azokat a közszolgáltatásokat, amit igénybe vesz, ott igenis az államnak döntő szava legyen, vagy döntő befolyása legyen. Olyan nonsense helyzetek vannak, hogy eltérek itt a dologtól, hogy vitatják egyesek azt, hogy az EU gázizat ágát most meg kell venni az államnak, hogy el is föl lehet tenni az alap ilyen igazság kérdését, hogy jó-e az Magyarországnak, hogy jelen pillanatban Magyarországra érkező orosz gáz vételáráról, mindenféle egyéb paraméteréről, a Gazprom, meg a német cég tárgya. Tehát lehet vitatkozni, tehát hogy mondjam, lehet egy szakmai vitát folytatni, hogy jó-e Magyarország egyébként, hogyha a gáz üzletágat vesz. És erről valószínűleg külön energetikai szemináriumot lehetne tartani, milyen példák vannak Argentinától, nem tudom, Indonéziáig, de azt az alapkérdést föltesszük magunknak, hogy akarjuk-e azt, hogy az elkövetkező időszakban is a magyar gáz feltételeiről, a Magyarországra érkező gáz feltételeiről az oroszok és a németek egyezkedjenek, akkor nincs kérdés. Hanem azt mondjuk, hogy ez nem helyes, az államnak lépnie kell. Ugye nem sorolom végig, mert nagyon sok ilyen témát lehet, és azért mondtam mindenki, hogy ha megnézi a kormány intézkedéseit, akkor valahol bízom benne, hogy
ha lecsupaszítja, meg kicsit távolról nézi, hogy mi van, akkor talán legyen alapigasságot az intézkedések mögött. És hogy hol is állunk most, mert én azt ígértem, hogy nem csak három évről beszélek, lényegében ezeknek a nagy átalakításoknak az időszaka valahol most zárul le. Ugye az adósságrendezés lezárul, az adórendszer átalakítása lezárul, a rezsicsökkentésben benne vagyunk még, de ez is jól alakul. Új munkatörvénykönyv van, az oktatási rendszer átalakult, most már a mindennapi gyakorlás, a mindennapi gyakorlatnak a megvalósítása van. Az alkotmány, még kicsit pofozgatjuk, mert azért nem volt kis munka, de nagyjából ezek a rendszerek lezárultak. Most az a kérdés van előttünk, hogy valóban beüzemeljük őket, valóban a finom hangolást megtegyük, és az alapkérdés az, most már nem akarok a következő évi ilyen értékelésre utalni, de az, hogy meg tudjuk-e védeni ezeket az eredményeket. Mert azt már látjuk, hogy maga a rendszer, hát ugye ezzel vitatkozunk itt, a szavaknak nagy hatalma van, tudjuk. Tehát azt nem merném mondani, hogy az ország most aztán a legjobb, de sokkal jobb állapotban van. Sokkal jobb teljesítmény képes fölmutatni ezen rendszerek közül mindegyiket, mint korábban. Sok teendő is van, de a nagy kérdés az, hogy ezeket az eredményeket, ezeket az alapokat hogyan tudjuk megtartani és továbbvinni. És bízom benne, hogyha egy évben találkozunk, akkor ez most már minél több ember számára lesz nyilvánvaló, hogy nem csak úgy jó úton haladunk, de lényegében ebben a világban az egyetlen úton, amin a saját lábunkra tudunk állni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen államtitkár úrnak, hogy tájékoztatott ezekről a dolgokról minket, az ország helyzetéről. Mindjárt pénzbe lőjünk, a családoknak is, akinek van tervezett költségvetése, az országnak is van, és hát a 16. kerületnek is, és mindezek a dolgok, hogy megvalósuljanak, hát az alapvetően azon múlik, hogy milyen egy kerületnek a költségvetése. A költségvetés készítését ezt Kovács Rajmund vállán fekszik, ő irányítja ezt a munkát, úgyhogy kérem, vázolja, hogy is állunk. Tehát 16. Köszönöm szépen, ha megengedik, ülve maradnék, mert nem tudom, van hangom se, de azért röviden próbálok egy-két szót mondani itt zárszóként, hogy gondolom mindenki elégedett a mostani előadásokkal, és nagyon sok hasznos információt szereztünk, és hát jó szívvel mehetünk haza. Én egy-két adalékot mondanék, hogy nyugodt szívvel is mehessünk haza. Ugye mindig elhangzik az a vád, hogy az önkormányzatok csődbe vannak, adósságspirálba kerülnek, ezt ránk is ránk sütik. Szeretnék egy friss számot mondani, majdnem friss, mert a kollégáink még dolgoznak rajta a tavalyi év zárszámadásáról. Tehát nem forintra pontos a szám, de megközelítőleg a tavalyi évet, tehát 2012-t, ami valóban egy nehéz és változásokkal teli év volt, azt mi pozitív szaldóval zártuk, ez körülbelül 1 milliárd forint plusz jelent 2012-ben. Vélhetően ez egy pár millióval az 1 milliárd fölött lesz, az is lehet, hogy egy pár millióval 1 milliárd forint alatt lesz. Tehát mi itt a 16. kerületben nem hiányról beszélünk, a költségvetésünknek nincs hiánya, nem is volt már nagyon régóta, hanem a tavalyi évet 1 milliárd plusszal zárjuk, az azt jelenti, hogy 1000 millió forint pluszunk maradt meg. Ezek elsősorban a fejlesztésekből maradtak meg, hiszen ezek áthúzódnak a következő évre. Tehát nem vagyunk eladósodva, ezt nyugodtan mondhatom mindenkinek, és minden évben halljuk a velünk szembe ülő képviselőt, hogy na ez lesz az utolsó évetek, és jön a mindenfajta rossz ránk, és most aztán már vége, elfogy minden pénz. Hát úgy elfogyott a pénzünk, hogy 1 milliárd forint maradt tavalyról. Szoktuk is néha itt ugratni a környező polgármestereket, hogy nagyon szívesen tudunk jó kamatra a kölcsön adni, hogyha szükséges nekik. A másik ilyen, amit elhangzik, ez a kötvény és annak a törlesztése. Ezzel kapcsolatban csak egy számot szeretnék mondani, és nem statisztikát, mert ugye azt mindenki úgy igazítja, hogy szeretné.
A mi kötvényünk, amit felvettünk annak idején és fejlesztésre fordítottuk, annak nyilván van törlesztése. Ez a törlesztés, ez éves szinten 400-450 millió, ami így kimondva egy nagyon nagy összeg, de az önkormányzat teljes költségvetéséhez vesszük, akkor ez egy nagyon pici összeg. Ez arányosítva azt jelenti, hogyha itt bárki önök között vagy közöttünk ül, mint hogyha havi 4000 forintot kéne törlesztésre fordítani. Na most azért nyilván mindannyian tudjuk, hogy ennek nagyon örülnénk, ha csak jó párunknak, ha csak ennyi lenne a törlesztő részlete, tehát nyilván meg sokszoros a törlesztő részlet, tehát nem kell félni, igazából nem megterhelő az önkormányzat számára ez a mérték. Tehát ezt tényleg így kell vennünk, hogy az önkormányzat költségvetéséhez viszonyítsuk, és akkor ez egy nagyon picike összeg. Tehát nyugodtak lehetnek, bármit olvasnak az újságban. Néha már szerintem azok sem hiszik, akik ezt írják, de hát nyilván nekik ez feladatként ki van adva, és ugye ezt minden önkormányzat rá lehet sütni, hogy eladósodott, nincs pénze, nincs már pénze a fejlesztésekre, tehát nyugodtan lehet mondani, hogy tavalyi év az 1 milliárd plusz, előző évek is egyébként 970 millió, ez 1 milliárd 80 millió, 890 millió, egy évekre visszamenőleg az a pénzmaradvány, ami éves szinten megmaradt, tehát nem mínuszban, hanem pluszban, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, és úgy gondolom, hogy ez mindenkit nyugalommal tölthet el, mert mégiscsak jobb az, hogyha amikor január 3-án mi is bentünk dolgozni, akkor hát 1 milliárd, valamennyi 100 millió volt a számlánkon, ezért ez mégiscsak megmutató, mintha mínuszban vagyunk. És hogy még nyugodtabban menjenek haza, az a közbiztonság, ami a kerületet jellemzi. Itt még 2012-es adatok nincsenek, hogy azok most készülnek, de 2011-ben a 16. kerületben történt a legkevesebb bűncselekmény. Tehát ha most este itt hazamennek, akkor nyugodtan tehetik meg, mert nagyon kicsi a valószínűsége, hogy bármilyen bűncselekménynek az áldozatai lennének. És szintén 2011-ben a 16. kerületben volt a legtöbb eredményes nyomozás. Tehát ha véletlenül még ellopták önöknek valamit, akkor azt általában, vagy legjobb arányban a 16. kerületben találták meg a rendőrök. Tehát úgy gondolom, ez is egy viszonylag megnyugtató tény. És 2012-es számokat még, ahogy említettem, nem tudunk, viszont 2012-ben a kerületi térfigyelő rendszert megdupláztuk, tehát 16 kamera helyett már 32 kamera figyeli a kerületet, és ez a májusi térfigyelő rendszer, ez a centenáriumi lakótelepnek a térfigyelővel való ellátását jelenti, ami azt jelenti, hogy ugye itt lakik a legtöbb, ez a legnagyobb lakótelepünk, ahol kb. 8000 ember lakik, és még átcsaltuk a térfigyelő rendszert, még csak a híre ment el, hogy hamarosan elkészül, már azokban a hónapokban is, amikor még csak szerelték a kamerákat, elég jelentősen visszaestek a bűncselekmények. Nyilván nullára sosem fog csökkenni, de azt jelenti, hogy körülbelül a harmadára fognak visszaesni a centenári, vagy estek már vissza a centenáriumi lakótelepen a bűncselekmények száma. Tehát aki innen ma a centenáriumi lakótelepre mehet haza, annak azt hiszem, hogy nincs semmitől félnie, már ami a bűncselekményt és az önkormányzat eladósodását jelenti. A zöld dolgokról a polgármester úr tett egy-két említést, itt azért a sok jó szó mellett el kell mondanunk, hogy a parkfenntartást, a kerület zöld felületének a fenntartásait szeptembertől a saját cégünk, úgymond cégünk végzi, a kerület gazdák. Itt azért fontos megjegyezni, hogy itt nagyon sok közcélú, tehát munkanélküli kap munkalehetőséget pár hónapra. És az igazsághoz tartozik, hogy ők nem feltétlenül voltak erre szeptemberben felkészülve, hogy ezt a feladatot ellássák. Bedobtuk őket a mélyvízbe, de ha nem dobtuk volna őket be, akkor sose tanulnak meg úszni, és sose tanulnak meg parkot fenntartani. Tehát elég nehezen, csikorgóan, de elindultak, és azt mondhatjuk, hogy várakozáson felül teljesítettek, ami persze nem jelenti azt, és mondjuk itt a centrális lakótelepen is lakók is látják, hogy ez a munka ez tökéletes lenne, de úgy látjuk, hogy az első három hónapnak a tapasztalataiból nagyon sokat tanultak, télen nagyon sokat készültek, és tavasztól
nagy erőkkel fogják, és sokkal szerzettebben, sokkal több géppel fogják ezt a feladatot ellátni. Tehát amikor őket látjuk dolgozni, azon felül, hogy saját kezünkbe vettük a parkfenntartást, azt se felejtsük el, hogy kerületi munkanélküliek kapnak itt munka lehetőséget és dolgozhatnak. Tehát az utcán lévő parkban dolgozó emberek azok valamennyien, vagy kivétel nélkül, talán egy-két kivétellel mind területi polgárok, és most már kezdik magukénak érezni ezt a feladatot, és tényleg, hogy itt az Egyesület ők is szívvel, lélekkel kezdik ezt a munkát végezni. Ha mégis azt tapasztalják, hogy ez nem így van, akkor jelezzék, és nyilván meg fogjuk tenni ezeket a lépéseket, hogy ebben őket a helyes útra irányítsuk. Köszönöm szépen! Hát köszönöm szépen a beszámolót, és hogy mindenről tájékozottunk. Akkor ezennel a évértékelőt bezárom, hogyha valakinek van személyes kérdése, akkor szívesen fogadják itt a kerületvezető és itt a polgármester úr, az államtitkár úr.